A szivóvíz ellátásában rendkívül fontos szerepe van Csepel-szigetnek, és ugye tudjuk, hogy a víz mekkora kincsnek számít újabban, mindig annak számított egyébként, de most különösen. Úgyhogy most a Csepel-üveg déli részén vagyunk, és akkor most mondom el az erőmű kapcsán, hogy az a kép alakult ki Csepelről, és tetszenek hallani a rádióban, hogy a Vörös Csepel így meg úgy, és hogy az országunknak mennyibe került, tehát Csepel nem került az országnak túl sokba, mert azt állíthatom és tudom bizonyítani is, hogy 1989-ig a műveg soha nem volt ráfizetéses. Voltak részlegei, amik ráfizetések sem voltak, de nagy része betáplálta a magyar gazdaság életben a hasznát és a fejlesztést szolgálta, tehát nem volt, és nem volt romhalmaz, mint ahogy most sem az. Volt egy csomó nagy tévedés, 45 előtt is, a Weiss-korszakban is, 45 után is, nem kevés, de a gyár a magyar gazdaság életben mindig pozitív szerepet töltött be, és most sem teljesen romhalmaz. A rendszerváltás idején 15 ezer ember dolgozott a gyárban, jelenleg kb. 10 ezer ember mozog, kb. Annyi, 10-10 ezer ember, csak annak idején biciklivel jártak az emberek, meg a kaputól nem mehetett még a vezérigazgatós és saját autóval, de most tele van autóval, csomó kereskedelmi vállalat van. Ipari termelés eléggé háttérbe szorult, nagyon kevés a termelőzem, viszont ami a Csepel művek múltjához méltó, ez az erőmű, amelyik az ország legmodernabb erőműve, mert 2002-ben adták át, tehát a legmodernabb. A jelenleg a hazai elektromos energiatermelésnek 7%-át adja, 1/4 a Paksinak, és most egy fejlesztés, amelyik duplára emeli a termelést. Majd 30 ezer lakást látnak el még a hulladékkővel is, tehát fűtésre is, és számottevő az erő, mert nagyon jó helyen is van a víznyerési ütővíz lehetőség adott. A tulajdonosa megváltozott egy párszor azóta, de ez a szerencsétlen angol trónörökös is itt volt a rabatáson. Hogy mondjak már egy pár olyat, aki megjelentek a gyárban, hát ugye megjelentek a 45 előtt, Ferenc József nem járt itt soha, negyedik Károly, mert mondtam az előbb, járt itt Albert főherceg, József főherceg, tehát a uralkodók, a miniszterek közül szinte mindenki. Aztán a háború után Stalin nem volt itt, de Hruscsov járt itt, Dimitrov, meg az összes kommunista vezető, de járt itt, ki járt az amerikaiak közül? Nixon éjjel és részegen. De éjjel hozták ki Nixont, akkor még alelnök volt, utána lett elnök. És Carter meg épített is Csepelen csak egy házat, mert annyi ideje volt. Tehát maradhatott volna itt, és akkor épített volna többet is, az bolcskodás volt az is. Na most a kikötő, remélem rátérnék a szabad kikötőre, hogy rátérnék és zárnák a programnak ezt a hajózási részét. A Weiss-korszakban épült ki itt kikötő, tehát volt a Weiss-korszak kikötő is, itt haladunk el. Mert ez is egy alkalmi kikötő, de ma is működik majd az erőműködött ezzel. Én többet nem beszélek a gyárról. Sajnos már a családokban nem épült be a csepeli gyár. Ezelőtt 30 éve majdnem minden lakásban volt Weiss-korszak lábos, kályha, bicikli, csak hogy a közszükségleti cikkeket mondjam, és hát a aktaszilánk meg maradt a házak falában, meg a fákban környékén, amik innen származtak.